visszahozza azokat az ízeket, azokat az érzéseket, amit mi mondhatjuk azt, hogy Misivel és a barátaimmal annak idején átéreztük, hiszen... Régi idők hangulata, új köntösben, hagyományos ételekkel, de mégis új ízekkel. Ilyen lesz Nyíregyháza legújabb bisztrója. Ezt mondja Lakatos Tibor tulajdonos. Az egykori teívók utódja Betlen Gábor utca elején jövő hétfőn nyit. A helyben sütött pékáru mellett kapható lesz itt bundáskenyér, különleges tojásrántotta és jó minőségű Magyarországon pörkölt kávé. A hűtőpultban pedig magyar kézműves tejtermékek várják majd az ínyenceket. Olyan alapanyagokból fogjuk készíteni a teívót, a tejtermékeket, ami természetes alapanyag, nincs benne semmiféle tartósítószer, tehát tényleg szeretnénk a dédidőknek az ízeit visszahozni. A bisztró tulajdonosa arról is beszámolt, hogy idén 25 éves a tulajdonában lévő pékség. Ebből az alkalomból nyitották meg a megreformált teívót. Az új bisztrót közismert nyíregyházi arcok fogják népszerűsíteni. Ezt a feladatot a For Dance vállalta el. Nagyon szeretjük a bisztrókat, ez nekünk egy nagyon, még ugyan fiatalok vagyunk, de egy ilyen nagyon jó retro érzés, mert tök jó ide az ember bejön, egy kávé, egy péksüti, és mivel sokat járunk külföldre, ott nagyon sokat látjuk, hogy ezek mennyire jól mennek. A bisztró tulajdonosa arról is beszélt, a nyíregyháziak mellett az ide érkező turistáknak is szeretnék bizonyítani, hogy a Szabolcsi megyeszékhelyen is különleges gasztroélményekben lehet részesülni.